Brun Györgynél 20 évig tanított online, majd ezt követően a város önkormányzatánál volt oktatási, majd polgármesteri referens. Ezt cserélte fel a Tolnai, majd a szexuális tankerület szakmai munkájára, és lett 2017-től a szexuális tankerületi központ szakmai igazgató helyettese nyugdíjba vonulásáig. Azt mondja, nagyon élvezte a tanítás, de kihívás volt a szakma másik oldalának megismerése is. Megítélése szerint igazán úgy lehet jó vezető valaki, ha ismeri a mindennapok nehézségeit is. Így, hogy megvolt a kapcsolat az iskolával, megvolt a tapasztalatom, hogy egy erőtet tanítottam, tehát én nagyon tudtam, hogy mi az, amit irányítunk, és hogy mi van belül. Azért ez nagyon nagy előny volt a fenntartói részről. Azt mondja, az oktatás infrastruktúrája megfelelő, ami nehézség, hogy egyre kevesebben választják a pedagógiai pályát. Az oktatás irányítás átszervezését ma is jó lépésnek tartja. Ez egy sokkal megbízhatóbb, hatékonyabb, jogszerűbb irányítás volt már innen Szexárdról. A magyar kormánytisztviselői kar Brun Györgynének a közjóért végzett éveken át tartó munkásságát ismerte el a közszolgálatáért elismerő címmel.